A török kort idéző ruhákban vonulnak a siklósiak ezen a korábbi felvételen. A baranyai kisvárosban idén sem maradnak el a különböző fesztiválok, rendezvények. Erről beszélt a település polgármestere hétfőn. Húsvét után fogjuk megtartani immáron a harmadik siklósi városnapot, ugye ami a születésnapjához kapcsolódik a városnak. Ennek is lesz egy felfutása, és most ugye a 47-nél járunk, az 50-ben fog kicsúcsosodni, és azt gondoljuk, hogy a 45 után az 50, ami ugye 2027-ben lesz, fog majd egy nagy mérföldkő érkezni, és egy nagy rendezvényt mindenféleképpen oda fogunk koncentrálni. De 2024-ben április 12-13-a lesz az a dátum, amikor megtartjuk a városnapokat. Ezen a plakáton már a fellépők neve is olvasható. Nyár végén a legnagyobb esemény a Várfesztivál lesz Siklóson. A Várfesztivál vonatkozásában, itt meg ugye az augusztus közepére koncentrálva, augusztus 9-11 lesz a dátumunk, háromnapos rendezvényben gondolkodunk. A gerincét megint csak a szokásos hagyományőrző csapatok, a csatajelenetek és a várbázisán megtartott kultúrtörténeti és hagyományi teremtő jelleggel megtartott események, ijászbemutatók, solymászbemutatók, stb. Fogja meghozni, és az esti időpillanatban fogjuk gyakorlatilag ráépíteni, mint ahogy azt tettük a korábbi években is, a könnyű zenei létet, illetve a koncerteket. Siklós nem egyedül, hanem Harkánnyal, Villánnyal közösen tervezte meg a program évet, így erősítve a térség és a saját településük vonzerejét. Erre épülnek rá természetesen a Villányi és a Harkányi rendezvények, és ahogy hallhattuk, időpillanatában is és tartalmában is gyakorlatilag egymásra építünk. Ettől várjuk azt, hogy ez egy nagyon komoly élményt adó, gyakorlatilag áprilistól októberig, ha valaki hétvégén keres programot, akkor ebben a térségben egészen biztosan megtalálja azt a minőségi programot, akár kultúrtörténeti létében, akár hagyományőrzésben, akár a bor és gasztronómiában, akár a fürdőkultúrában, ebben a régióban egészen biztosan fog programot találni. Harkányban a fürdő, Villányban a vörösbor és a ráépülő fesztivál, illetve koncertek jelentenek olyan programokat, amikkel növelhető a turizmus a három településen, mondja a polgármester.